Üdvözlök, szeretettel benneteket, újra itt vagyok, és nézzük meg akkor a mai ige hirdetést. Isten győzelemre hívott el. Aki győz. Jelenések 2 és 7. Semmi sem válik igazán nagyszerűvé, amíg le nem küzd valamit. Pál azt írja, mert nagy és sokat ígérő kapu nyíltott előttem, de az ellenfél is sok. 1 Korintus 16 és 9. A nagy lehetőségek nagy kihívásokkal járnak, és ezekhez a kihívásokhoz nagy hit kell. Ha a kimagasló sikár könnyen jönne, mindenki elérni, de ha mindenki elérni, akkor egyáltalán nem lenne kiemelkedő. Hogyan fejlődik a hernyó pillangóval? A báb állapot leküzdésével. Nem lenne könnyebb megmaradni a gubó kényelmében? Lehetnek olyan napok, amikor a nagy küzdelemben a hernyó valószínűleg így gondolja. Azonban a szabadság, a repülés és a felfedezés ára, a küzdelem, fejlődés és az áttörés. Nincs más út. Miért küldte Jézus a tanítványait viharba a galileai tavon? Hogy megtanítsa nekik. Bízzanak benne az élet minden helyzetében. Tudta, hogy hamarosan eltávozik tőlük, ezért különböző tapasztalatok révén készítette fel őket a jövőre. Mivel próbálsz ma megbirkózni? Mivel próbálsz ma megbirkózni? Ahelyett, hogy panaszkodnál miatta, vagy arra kérnéd Istent, hogy vegye el, próbálj meg úgy tekinteni rá, hogy felkészülés Isten elhívásának betöltésére. Olvasd le a következő igéket. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Jakab 1 és 12. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Jelenések 2 és 7. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Máté 5 és 10. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszot. Róma 12, 21. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Efezus 6 és 11. Isten ma téged is győzelemre hív. Szép út, igen. Szóval ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszot.
Róma 12:21. Szép. Te győzd le a jóval a rosszat. Igen. Na jó, ennyi lett volna, akkor holnap jelentkezem a következő igehirdetéssel. Majd lesz egy picit később élőadás, de szerintem fogok nektek olvasni ebből a folyóiratból is. Megígértem, második része hamarosan következik, jó? Na, akkor minden jót is. Jövök ezzel a videóval is, jó? Nektek. Minden jót, sziasztok!